a termékre, hogy térfogati értéket érjenek el. Nem. Íme egy jó példa, a terméknek megfelelő vágásával térfogati érték növelést lehet elérni. És ez egy nagyon fontos dolog. Ezt a kollégáknak is fontos tudni, és hát ugye a vásárlóknak is, hogy csak adalékkal lehet egyfajta térfogati értéket elérni. Mint amit például ennél a terméknél is jól lehet látni. Ez egy kimagaslóan jól lehet látni a súlyának megfelelő átlagtól nagyobb. Egyébként nem is használhattak adalékanyagot, és ez nem is elsődleges fontosság, hogy ez legyen benne, ahogy én említettem a tájékoztatónkban. Nagyon fontos a különböző érési folyamatokkal történő ízhatásoknak az elérése. Akár Nyugat-Európában is sok helyen van már hasonló, sőt, automata gyárakban is működhetnek hosszú érésű, kovász hosszú érésű tészta. Tészta érlelés, ami nagyon-nagyon fontos. Itt a hőmérséklete való szabályozás, az idő, nem csak az időtényező, hanem a hőmérséklet is nagyon-nagyon fontos. És itt nem elsősorban a fagyasztásra kell gondolni, mert ahhoz valóban kell használni nekik egyfajta adalékot. Viszont ehhez a technológiához, amiről én most beszéltem, és ez az újszerűség egyébként ennek a kiírásnak és a kollégáknak is fontos, éppen az, hogy a technológia folyamatokkal, az idővel és a hőmérséklettel való szabályozás adja meg a terméknek a jobb ízét. És ez egy nagyon-nagyon fontos, újszerű. Sok kollega egyébként, akik itt vannak, már foglalkoznak ezzel, bizonyos leírásokban is. Már láttuk, hogy ezeket szépen alkalmazzák a kollégák. Nem mindenki tudja, anyagi forrás és szakmai tudás hiányában, de ez az irány. Tehát ez egy trend. Mi a kollégáknak is azt mondjuk, hogy trendet akarunk nekik is mutatni, hogy merre megy a világ.